Az elmúlt néhány évben felére csökkent az adóelkerülés, a Nemzeti Adó és Vámhivatal hivatalos adatai szerint ez nagy részt az online gazdaságfehérítő eszközök bevezetése után volt tapasztalható. A rendszer megakadályozza a bevétel eltitkolást, hiszen a NAV online valós időben követi nyomon a tranzakciót. A stúdióban köszöntöm a Nemzeti Adó és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vámigazgatóságának sajtóreferensét, Magyar Norbertet. Jó estét kívánok! Köszönjük. Nos, az, hogy kevesebb az adó elkerülés, ez így tág fogalom, mert ebbe nagyon sok mindent bele lehetne venni, bele lehetne érteni, de kimondottan egy szektorról szól ez a statisztika, ami a sajtóban is megjelent, mégpedig az online kasszák bevezetése óta sokat javult az ÁFA fizetési morál. Igaz-e ez itt a megyében is? Hogyha abból a szempontból vizsgáljuk, hogy az online kasszák bevezetése előtt mennyire volt áfa fizetési hajlandóság, illetve mennyi volt az eltitkolt bevétel, akkor mindenképpen javulásról beszélhetünk, hiszen ez az online rendszer teszi lehetővé azt, hogy folyamatosan, napra készen, valós időben tudjuk követni azokat a pénzmozgásokat, amelyek a vállalkozásoknál, az online kasszával rendelkező vállalkozásoknál történnek. Ezeket pedig nagyon egyszerűen tudjuk elemezni, kockázatelemzés alá is tudjuk vetni, és azokat a bejövő adatokat folyamatosan regisztráljuk és értékeljük, amelyek ezekből a kasszákból befolynak, hogy a későbbiekben ne véletlenszerű ellenőrzéseket végezzünk, hanem célzottan, ahol éppen az adóelkerülés koncentrálódik, ott tudjuk ellenőrizni a vállalkozásokat. Hogyan működik ez a rendszer? Mit látnak pontosan ezen a rendszeren? Erről már korábban beszélgettünk. Ebben a rendszerben látszik a pontos adatforgalom napra készen, tehát a száma és a nyugtaadási fegyelemnek a betartása, az adott bizonylatolás, illetve visszamenőleg is tudunk keresni benne. Tehát az azt jelenti, hogy egy adott időszakra kijelölve meg tudjuk nézni, hogy az adott forgalomhoz, hogyha esetleg forgalomszámlálást végeztünk abban az időszakban, megfelelő bizonylatolási fegyelem kapcsolódik-e. Hogyha ez nem történik meg, akkor természetesen további vizsgálatokat is tudunk kezdeményezni. Illetve meg tudjuk azt is tenni, hogy az adott készpénzforgalmat is megnézzük az időszakra vonatkozóan, vagy záruljuk éppen egy adott pillanatban a kasszát, és onnantól kezdve vizsgálódunk. Tehát nagyon sok lehetőség adott az online kasszával az ellenőrök kezébe, míg korábban ugye egy próbavásárlás lehetősége volt csak meg, aminél általában felismerték azért az operatív revizorokat, illetve hogyha munkaidőben történt, akkor nagy rendszerességgel kaptak is nyugtát. Ehhez most már nem kell bemenni az üzletbe, nem kell próbavásárlást kezdeményezni, egyszerűen meg kell figyelni azt, hogy milyen forgalom történik, illetve hogy milyen pénzmozgás történik a pénztárgében, és az adott pénzkészlettel mondjuk egyezik-e. Ugye korábban szó volt arról, hogy akár egy revizor mobil géppel is tudja ezt az üzleten kívül ellenőrizni. Jellemző ez, hogy azért elindulnak és bizonyos szektorokban helyszínekhez kötve vagy kötődően ellenőriznek, vagy pedig úgy képzeljük ezt el, hogy a NAV benne a nagy rendszerén látja ezeket a tranzakciókat? Jellemző, hiszen az operatív ellenőrzések ugyanúgy folytatódnak, ahogy eddig is voltak. Ez az online rendszer teszi azt lehetővé, hogy egy adott revizor egy tabletten, egy munkagépen le tudja ellenőrizni azt, hogy mi történik a boltban, anélkül, hogy jelen lenne, vagy esetleg a vállalkozás tudná, hogy jelen van a revizor és figyelik őt. 2014 óta folyamatosan szélesítik azoknak a vállalkozásoknak a körét, amelyeket érint az online kassa, vagy ahol bevezetésre kerül az online pénztárgép. Kezdődött ez a kereskedelemmel, a vendéglátással, aztán a taxisokkal, ott volt is egy kisebb ellenállás, ha lehet ezt így nevezni. Bővülhet-e még a kör, illetve most legutóbb milyen vállalkozásoknál tették kötelezővé az online kasszák használatát? Hát a kör az folyamatosan bővül, ugye bővült eddig is, a későbbiekben is megvan a lehetősége annak, hogy bővüljön, hiszen ezek a kasszák a szolgáltatásokra is alkalmazhatók. Tehát ugye az idén a szépészeti szolgáltatásokkal, a taxis személyszállítással is bővült ez a kör, illetve a motorkerékpár, autóalkatrészekkel, kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozások is belekerültek ebbe a körbe. Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyébként az idejében 1665 új online kasszát helyeztek üzembe, pont ezek kapcsán. Természetesen ez a kör, hogy hová fog tovább bővülni, az majd a kormány döntése lesz.
Jó, tehát várható az is akár, hogy még újabb szegmense vállalkozások, újabb szegmense is bekerülhet. Nézzük meg a másik rendszert, az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszert, amely szintén bevált, legalábbis ezt tették közzé, és hogy nemzetközileg is elismerté vált, vagy válhatott ez a rendszer. Milyenek az előnye? És ez az rendszer ugyanúgy online adatforgalommal rendelkezik, tehát ugye az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszernek a lényege, hogy egy EKR nevezetű számot kell a szállítmányok megkezdése lebonyolítása előtt igényelni, vagy a vállalkozásnak, aki elindítja ezt a szállítmányt, vagy pedig a címzetnek, aki fogadja majd ezt a szállítmányt, mindenképpen arra szolgál, hogy az áfacsalásokat, illetve a fiktív utaztatásokat, az áruk fiktív utaztatását megpróbáljuk kiszűrni a közutakról visszaszorítani. Nagyon sok esetben ez teljes mértékben hozott eredményt, illetve hát természetesen próbálják ezt a rendszert is kijátszani a vállalkozások, hiszen előfordult sokszor, hogy a 3,5 tonna megengedett tömeget, vagy bármelyik gépjármű megengedett tömegét többször túlrakodják, és megpróbálják ilyen módon a szállítmánynak az értékét növelni, a szállítható mennyiséget növelni. Na most az online ellenőrzésen kívül így kénytelenek vagyunk közúti ellenőrzéseket is végezni, ez a mai napig is így történik. Itt az idejében több mint 9000 ilyen ellenőrzést végeztek el a kollégáink. Nagyon fontos, hogy a közutakon is jelen legyünk, és folyamatosan ellenőrizzük a szállítmányokat napra készen is, nem csak az online rendszeren keresztül. Itt akár mobil súlymérővel is meg tudják vizsgálni ezeket a rendszereket, és hogyha ilyen fajta hiányosságot találnak, akkor az áruértékének 40%-áig is büntethetőek. Jellemző ez akár itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, már mint a bírság kiszabás? Jellemző, igen, általában ugye ezeket a szállítmányokat el szoktuk kobozni, vagy fedezetként szolgálnak, illetve a társhatóságokkal együttműködve nagyon sok esetben élelmiszerek esetében meg is semmisítik ezeket a szállítmányokat. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm.